Az orvosok és a látogatók szerint csökkenteni kellene a látogatási időt a kórházakban, ugyanis a hozzátartozók is felelősek a kórházi fertőzések kialakulása miatt. Például betegen mennek be a kórházba, és az alapvető higiéniai előírásokat is figyelmen kívül hagyják. Nem mosnak kezet, és sokszor utcai ruhában ülnek le a betegek ágyára. A tények összefoglalója után orvossal beszélgetünk a témáról. Egy orvos mutatja a helyes és alapos kézmosást. Naponta többször alkoholos kézfertőtlenítőt használnak az osztályokon, olyat, amely elpusztítja a különböző betegségeket terjesztő kórokozókat. A kórházakban viszont a betegeknek, látogatóknak ilyen alapos kézmosásra nincs mindenhol lehetőségük. Sokan úgy vélik, hogy a másik megoldás az lenne, ha szigorúban szabályoznak a látogatási időket. A tapasztalatok szerint sokan egyszerre mennek látogatni, ráadásul nem tartják be az alapvető higiéniás feltételeket. Például betegen mennek be a kórházba, vagy ráülnek más betegek ágyára. A látogatással kapcsolatos szigorításokra azért volna szükség, mert a kórházi fertőzések, vagyis az ott előforduló baktériumok sokkal veszélyesebbek és ellenállóbbak, mint mondjuk az influenza vírus. Magyarországon egy év alatt többen halnak meg kórházi fertőzésekben, mint közlekedési balesetben. Budapesten a legrosszabb a helyzet. Üdvözöljük a stúdióban Lénárt, itt a Belgyógyászt, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Valóban ekkora szerepe van annak, hogy a fertőzések elszaporodásában mondjuk mi látogatók is hibásak lehetünk? Igen, az egészségügy minden szereplője hibás lehet, beleértve orvos, nővért, látogatót és akár magát a beteget is. Azt tudjuk, hogy a kórházi fertőzések mindenütt a világon rendkívül nagy problémát okoznak. Mindenütt másutt Európában ezt felmérve egy cselekvési tervet kidolgoztak, és ennek a központi része a megfelelő kézhigiéné, kézfertőtlenítés, ami egy nagyon fontos dolog. És általában Nyugat-Európában, hogy bemegy valaki a kórházba, ott van az alkoholos kézfertőtlenítő, mindenütt figyelmeztető táblák, még olyan készülékek is, ahol meg lehet nézni, hogy fertőzött-e a kéz. De használják is? Használják. Egyszerűen nem is lehet másképp. Olyan szinten, hogy például a beteg vagy a nővér, hogyha az orvos egy beavatkozáshoz nem fertőtleníti a kezét, akkor szól, hogy doktor úr. De ezt ellenőrzi ott valaki? Folyamatosan ellenőrzik, folyamatosan oktatják. Tehát ez egy elengedhetetlen feltétele annak, hogy a kórházi fertőzéseket vissza tudjuk szorítani. Angliában egy év alatt 75%-kal visszaszorították szigorú intézkedésekkel. Na de valamiféle látogatói kultúra is kell ehhez, pontosabban igen, annak a megváltozása igen, akkor. Ezért fontos ez a dolog. Két dolgot kellene tudni hozzá. Az egyik az az, hogy amikor ez a látogatói etikett kialakult, akkor ugye nem, hogy mobiltelefon, még vezetékes telefon se volt. Tehát aki bekerült a kórházba, azzal megszűnt a kapcsolata a külvilágnak. És akkor ez elterjedt, hogy mindenki illemből is meglátogatta a beteget. A másik dolog, hogy sokkal hosszabbak voltak a kórházi tartózkodások, tehát hosszú ideig nem találkozott az illető a hozzátartozójával. Én nagyon egyetértek azzal, hogy ezt nagyon meg kéne változtatni, szigorítani, szabályok közé szorítani. Két kivételt elmondanék, az egyik a gyerekek, ahol ugye az a tendencia, hogy legyen mellettük az édesanyjuk. A másik, ha valaki egy olyan szomorú helyzetben van, hogy idős, nagyon beteg, és azt a lehetőséget azt gondolom kivételesen meg kell adni, hogy méltóképp tudjon elbúcsúzni a hozzátartozóktól. Az etikett másik része az az, hogy elég sok mindent már beviszünk a kórházba, hát akkor vigyünk alkoholos kézfertőtlenítőt is, én ezt szoktam mondani, mert ennyit megér a dolog. Nagyon fontos alapszabály, hogy ahol már van fertőzés, ott védőruhát kell használni a személyzetnek is, a látogatónak is. Ezt el kell kérni, és meg kell kérdezni, hogy hogyan kell használni. Tehát egy egyszerhasználatos köpenyt azt nem ilyen panyókára vetve, hanem rendesen föl kell venni. Az is egy szabály, hogy az ilyen védőruhát kihozni nem szabad a kórteremből, ott kell a fertőző hulladékhoz ledobni. Tehát én azt tanácsolom, hogy mindenki kérjen erről felvilágosítást, hogy hogyan kell használni, és azzal együtt se üljön le a beteg ágyra, ne tegye le a táskát a beteg ágyra. Ezek nagyon fontos dolgok. Milyen alapvető hibák vannak még, amiket mi látogatók elkövetünk? Például gondolok arra, hogy az otthonról hozott étel, azzal mondjuk kockáztathatom a
Én azt gondolom, hogy az sem feltétlenül szükséges, én megértem, de meg hát látunk posztokat arról Facebookon, hogy mennyire rossz az az étel. Én azt gondolom, hogy a nem túl hosszú kórházi tartózkodás alatt egy diétás nővér által összeállított, ha nem is annyira hotel minőségű, vagy étterem minőségű, ez egy elfogadható dolog. Ez az ételpótlás a betegség szempontjából sem biztos, hogy feltétlenül jó, és azzal is. Gondoljuk azt, hogyha minél több ételt viszünk, akkor annál hamarabb meggyógyuljuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy helyes törekvés lenne. Még egy dolog fontos, hogy az is nagyon rossz szokás, hogy nagyon sok ember megy be egyszerre látogatni, szóval akkor óhatatlan, hogy egy túlzsúfoltság keletkezik, és emiatt kockáztatunk egy fertőzést. Hogyha már a Facebookot említi, látunk ott olyan fotókat is, már a takarításra gondolok, most nem feltétlenül a kosztra, hogy hát elképesztő állapotban vannak mondjuk a mellékhelyiségek. A takarítással nem lehetne valamit, hogy mondjam, kezdeni, nem lehetne azt javítani? Ne. De nem, ne, ez sem csak egy dolog sajnos. Tehát ha olyan állapotok lennének mondjuk egy gyors étteremben, mint amilyen egy kórházban, az bezárnák szerintem 3 perc alatt, ezt úgy mindig el szoktam mondani. A másik ok az, hogy nagyon régiek Budapesten legalábbis az épületek, rendkívül rossz burkolatokkal, tehát a legcsodálatosabb takarítónő sem fog tudni ott rendet csinálni. Tehát azt gondolom, hogy ez is most egy terv az Egészséges Budapestért program keretében, hogy a János Kórházat is, meg több kórházat is felújítanak. Tehát a mai követelményeknek megfelelő burkolati anyagokkal, és valóban a takarítás kiszervezése ezt jól gondolja volt a másik probléma, hogy a külső cégek jönnek, nyilván a legolcsóbbat kényszerülnek alkalmazni, nincs igazán az sem a helyén. Az előbb említettük a látogatási időt, a Budapesti Honvéd Kórházban viszonylag jó rendszer működik, mert hogy ott minden nap, kivéve vasárnap 16 és 18 óra között van egy bizonyos intervallum, ugye, amikor be lehet menni a hozzátartozónkhoz. Ez egy jó módszer? Én azt gondolom, hogy igen. Én egy picit megengedőbb lennék, hogy lenne olyan, hogy délelőtt és délután, gondolván arra, hogy nem mindenki egyformán dolgozik, vagy adott esetben messziről jön, vagy nem akar sötétbe hazamenni. Tehát én lehetőséget adnék, de a szigorú keretek közt tartanám. És azt gondolom, hogy azt az említett két kivételt, a nagyon pici gyereket, vagy a nagyon súlyos beteg idős embert kivéve, ezt meg lehet érteni, ma már Skype-on, mobiltelefonon, bármin lehet kapcsolatot tartani, ha csak egy fertőzést megelőzünk, már tettünk érte. Meg hát a létszám, tehát hogy ne 16-an menjünk egy emberhez. Igen. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt voltunk. Viszontlátásra.